Mogyoró ültetvény telepítésére nyert pénzt Bajgó Rozália még az első pályázati körben. A törökbecsei kistermelő most továbbfejleszti gazdaságát, körbekeríti földjét. 60 valahány ezer a múltkor, most viszont ez a kerítés, ez kicsit nagyobb befektetés, és ez olyan 460 ezer dinár. A kollégáim nagyon gyorsan a szerződéskötés folyamatát azt végigviszik. A tavalyi 3000 helyett idén eddig 4000 pályázat érkezett a Prosperitátihoz, ami egy hatalmas fejlődést jelent, jelentette ki Juhász Bálint. Az alapítvány ügyvezetője kiemelte, hogy a pályázatok minősége jelentősen jobb, 95% nyertes. A tavalyi 13 millió eurónyi kihelyezést az idén már ezzel az egy kiírással 20 millió eurónyira növelték, hangsúlyozta. Hozzátette, további áttörésre lehet számítani. Ha minden projekt át tud venni, és minden projekt megvalósul, akkor közel 1000 munkahely megnyitását tudja szavatolni, és ezres nagyságrendekben mérhető lesz az integrálandó, illetve integrálható gazdaságok beszállítóknak a száma. Gratulálok maguknak még egyszer, és azt kívánom, hogy az elképzeléseik valósuljanak meg. Az idei és a következő évre mintegy 150 millió euró dinár ellenértéke áll rendelkezésre, húzta alá Pásztor István. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke hozzáfűzte, májusban ismét pályázatokat hirdetnek meg, amelyeket újabbak követnek majd. Valóban létezik egy erőteljes magyar vállalkozói réteg, amelyik élni kíván ezzel a lehetőséggel. A nemzetpolitikának ezen belül azt gondolom az anyaországi kormányzatnak és a Vajdasági Magyar Szövetségnek pedig semmi más feladata nem lehet, mint ezeket a lehetőséget biztosítva segíteni az embereknek, hogy aki itt kíván boldogulni, itt tudjon boldogulni. A Prosperitáti Alapítvány működőképessége, hatékonysága folyamatosan javul, hiszen a harmadik volt az első olyan kör, ahol már online kitöltéssel lehetett benyújtani a pályázatokat, és ezért is jelentkeztek most többen, mint az előző két körben összesen. Szögezte le Babit János, szabadkai magyar főkonzul. Hozzátette, a VMS-nek az alapok lehelyezésében kiemelt szerepe volt. Egy olyan gazdasági terven alapuló, megalapozott pályázatot raktak le a magyar kormány elé még 2015-ben, amelynek alapján ez a program először a Vajdaságban indulhatott be. A többi mintegy 3700 pályázóval még várhatóan húsvét előtt aláírják a támogatási szerződéseket, fejezték ki reményüket az illetékesek.